katonai egészségügy feladata alapvetően a szolgálatteljesítés során megsebesült vagy megbetegedett katonák szolgálatképességének a helyreállítása volt. Az egyik legfontosabb szolgálati ág a tábori egészségügy volt, hiszen ez a szolgálat foglalkozott közvetlenül a harctéren megsérült és megbetegedett katonákkal. Az első vonalban megsebesült, megsérült katona alapvetően az első segélyt társaitól kaphatta, vagy esetleg saját maga a rendelkezésére álló egészségügyi csomag segítségével. Ezt követően a mindenki által azt hiszem, hogy ismert egészségügyi katonák, a szanitécek szerencsés esetben minél előbb a megfelelő zászlóalj segélyhelyre kísérték a sérültet. Itt kaphatta az első orvosi ellátást, de nem szakorvosi ellátást, amely az első vonaltól körülbelül 1 kilométeres távolságon belül volt található. Itt a betegeket már osztályozták, hiszen akinek a sérülése olyan fokú és olyan jellegű volt, hogy egy első segély ellátás után azonnal vissza tudott kapcsolódni a harccselekményekbe, ezt meg is tehette, megkapta az első segély ellátást és visszakerült a harctérre. Azonban azok, akik olyan sérülést szenvedtek, hogy ott nem lehetett ellátni, vagy esetleg további kezelésre szorultak, azokat összegyűjtötték, és egy megfelelő tiszt, altiszt, sebesült tiszt, altiszt vezetésével útba indították, esetlegesen az ezred segédhelyre, ahol magasabb szintű ellátást kaphatott. Itt szintén egy osztályozás alá kerültek a betegek, ugye a súlyos sérültek, azok tovább indultak, hiszen ezek az első segélyhelyek, ezek, mint ahogy a nevük is mutatja, csak első segélyt adtak, tehát komolyabb beavatkozásra sem eszközben, sem tudásban nem voltak megfelelőek. Ezt követően tovább jutottak az adott esetben a dandár segélyhelyig, ha volt ilyen, ez nem biztos, hogy volt. Minden esetre, ami bizonyos, hogy a hadosztály egészségügyi intézményében ott már szakszerű, kórházszerű ellátást kaphatott a sérült. Itt már műtéteket is tudtak végezni, itt már szakorvosi ellátás is rendelkezésre állt, tehát sebészek, képzett sebészek álltak rendelkezésre. Ezt követően még mindig a hadműveleti területen járunk, hiszen a tábori egészségügy alapvetően a hadműveleti területen működött. A tábori egészségügy célja egyébként az volt, hogy minél kevesebb sérült és beteg katona jusson a hadműveleti területen kívülre, tehát a 2-3 héten belül gyógyultak, azok alapvetően a hadműveleti területen kellett, hogy gyógyuljanak, hiszen így minél hamarabb vissza tudtak kapcsolódni a harccselekményekbe. Amennyiben ez szükséges volt, természetesen a hadosztály egészségügyi intézet után az illető tovább kerülhetett a tábori kórházakba. Ezek az intézmények, ezeket a hadosztály egészségügyi intézményeket követték. Alapvetően ez már azt hiszem ismertebb ez a kifejezés, a tábori kórház. Általában a tábori kórházakon 5-600 főt tudtak ellátni megfelelően, de ugye az épületek azok alapvetően a már meglévő épületek felhasználásával kerültek kialakításra. Aki több hónapos gyógyulásra számíthatott, őket tovább osztályozták, általában a hadműveleti területről a betegeket vonatokon, betegszállító vonatokon szállították vissza a hátországba. Ugye kikerült az illető sérült a tábori egészségügyi hatásköréből, átkerült a hátországi, tehát az állandó egészségügyi intézmények hatáskörébe. Ez azért nevezük állandó egészségügyi intézmények, mert ezek már béke idején is fönnálltak. Például a helyőrségi kórházak, ugye a mai helyőrségi kórház már akkor üzemelt, a Robert Károly úton lévő, ugye a budapesti Honvéd helyőrségi kórház, ami az egyetlen helyőrségi kórháza volt egyébként a Magyar Királyi Honvédségnek az első világháború időszakában.
amelyet aztán ugye a IV. Károly tróra lépését követően Zita királyné helyőrségi kórháznak is nevezünk. Szóval ezek után, ezek a súlyos sérültek a hátországi, például helyőrségi egészségügyi intézményekbe kerültek, illetve a civil szervezetek által fenntartott kórházakba, hiszen az nyilvánvaló volt, hogy a háború elhúzódásával a hátországi katonai egészségügyi intézmények ilyen mértékű sebesült és sérült áradattal már nem tudnak megbirkózni. Azt hiszem, hogy érdemes beszélnünk az egészségügyi szolgálat másik fontos feladatával, a járványveszély kialakulásának megakadályozásával. Ez ugye talán mondhatjuk, hogy a higiéniai feladatok, hiszen az teljesen nyilvánvaló volt, hogy amennyiben az időjárási körülmények olyanok, tehát mondjuk ugye nyári időszakot élünk meg, tábori körülmények, sok embert kis helyre zsúfolunk, akkor bizony ennek egyetlen következménye az, hogy előbb-utóbb felüti a fejét valamiféle veszélyes járványos megbetegedés. A közvetlen a háború megindulását követően 14. augusztusában már a keleti fronton jelentkezett egy nagyon-nagyon veszélyes betegség, a kolera, amelyet akkor ugye hányszékelésnek is neveztek. Ez viszonylag rövid lefolyású betegség volt, ugye ami nagyfokú folyadékveszteséggel járt, ami ugye adott esetben néhány napon belüli halálhoz vezetett. Nem igazán volt ellenszere akkoriban, nagyon nagy volt a halálozási arányszám ennél a betegségnél. Ennek megfelelően a betegség, mikor felütötte a fejét, nagyon nagy volt a riadalom. Valóban indokolt is volt, hiszen a kezdeti időszakban 1000 számra hunytak el a megbetegedettek. Ennek az lett az eredménye, hogy valamiféle megoldást kellett találni, és az orvostudomány akkori fejlettsége már lehetővé tette a védőoltások alkalmazását, és szerencsére nagyon hamar, már 14 őszén, ha nem is osztrák-magyar előállításban, de Németországból sikerült beszerezni egy kolera elleni védőoltást, amely ugye rövid időre, 2-3 hónapra adott ugyan védettséget, amelynek során a kolera gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 16-17-től már nem jelentett veszélyt. Tehát abszolút szorványos jelenség volt, köszönhetően a védőoltásnak. A járványveszély megjelentekor a hadosztály egészségügyi intézetek, vagy akár a tábori kórházak a járványos megbetegedésben lévők számára külön osztályokat hoztak létre, hiszen ezeket a betegeket nem lehetett a sérültekkel közös kórteremben tartani, hiszen nagyon fertőző és ragályos betegségekről beszélünk. Természetesen az igyekezet ellenére nagyon sokan, mint mondottam, életüket vesztették. Pontos számokat nem tudunk, de 14-ben 10-20 ezer főre tehető azok száma, 14-15-ben, akik kolerában elhunytak, és természetesen a kolerában elhunytakat nem lehetett közös temetőbe temetni a sérülések és egyéb nem járványos megbetegedések során elhunytakkal, hanem számukra külön temetőket hoztak létre, sőt, az az eset is előfordult, nem egyszer, erről vannak felvételeink is, hogy az illető kolerában elhunyt személyeket elégették. Szabályszerűen mágiákat raktak, és ezeken elégették. Ez biztos módja volt annak, hogy a fertőzés nem terjed tovább.